Hát végül győztes gólt szereztél, de nagyon nehezen jött össze ez a győzelem. Üdvözlök mindenkit. Hát igen, egy felállt védelem ellen kellett játszani az egész meccs alatt, és ez nem túl egyszerű feltörni az ellenfél védelmét. Végül sikerült az utolsó percekben is, és kihasználtuk a helyzeteinket. Valóban nem könnyű feltörni az ellenfél védelmét, de hát egyen kevesebben voltak a pályán. Így van, de a maradék 9 játékos tömörült az ellenfél kapuja előtt, és azért 9 embert feltörni nem egyszerű. Tehát úgy gondolom, hogy így is vértizzadtunk ezzel a meccsen, és sikerült begyűjteni a 3 pontot. Örülök, hogy maradtunk 100%-osak a Liga kupában. Végül még egy 11-essel tudtatok nyerni ugye a második a mérkőzésen, de azért volt még lehetőség arra, hogy esetleg befújjon a játékvezetőnek te 11-est. Igen, mégis 11-esen nyertünk, de hogyha az ellenfél játékosa nem ér kézzel a labdával, akkor az akciógól lett volna. Tehát kézzel akadályozta meg a második gólunkat, az, hogy beleért kézzel, és ezzel kivétte a lövésemet, aztán büntetőből értékesítettem. Úgy gondolom, hogy ez már nem osztott, nem szózott, tehát a lényeg az, hogy gól lett. Köszönöm szépen, és gratulálok azért a győzelemhez természetesen, János. És érkezik hozzám a győztes tréner. A legfontosabb kérdés az, hogy hát nagyon nehezen jött össze ez a győzelem, ugye 10 ember ellen, végül is 2 csatárral a végén már. Mi volt az oka, hogy ennyire nem jött meg a góllövőked? It was a mühsame overwinning. In the last phase waren we met 2 spitsen vooraan. Waarom was het zo moeilijk tegen die man? Omdat wij niet goed zijn op 99%. En dat kan je 100 keer zeggen. We zijn alleen top als we 100% zijn. Dan zijn we nog niet top, maar nu hebben we een kans. Op 99% is het niet genoeg. En we hebben heel weinig intrinsieke, hoe zeg je dat, drive op dat moment dat het vastloopt om elkaar in de wedstrijd te brengen. En dat is wat me het meeste stoort. Tehát nagyon fontos, hogy 100%-ot kell nyújtani minden meccsen, a 99% az nem elég. Ezt meg kell érteni a játékosoknak, ebben ma nem voltunk jók, tehát sokkal többet kell kihozni magukból, hogy egymást tudják stimulálni, hogy jobb teljesítmény nyújtsanak. Mennyire publikus, hogy Mark Otten nevű volt ez az összeszólalkozás, ami alapján ugye rögtön lehozta a pályáról? What was the affair met Mark? Nou, dat is iets wat ik intern bespreek. Dat is niks voor de buitenwacht. Dat wordt intern besproken. Ez nem a külvilágra tartozik, ezt majd megbeszéljük az öltözőben. De akkor van probléma ezek szerint? Er is een probleem dan? Nee, er is nooit een probleem. Je moet altijd weer altijd het positieve eruit halen. Tehát meg kell próbálni a pozitív dolgokat kihozni a dolgokat. Köszönöm szépen, Csaba, gratulálok a győzelemhez, és akkor természetesen a másik oldal. Hát nagyon úgy nézett ki a 88. percig, hogy hősként jöhet le a csapat a pályáról, sikerült 10 emberrel kiúzni a döntetlen, de hát végül is ugye a szabálytalanságok, amikor ott a 11-esen belül volt, a végül is megint megpecsételte a Szolnok sorsát. Igen, gratulálunk a Fradinak a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy szervezettek voltunk, akciógólt nem tudtak ellenünk elérni, csak 2 büntető, illetve 2 kiállítás után. Úgyhogy gratulálok a saját játékosaimnak, mert nagyon szervezetten és becsületesen álltak hozzá a játékhoz, a mérkőzéshez.